Hello, sziasztok! Biztos sokan láttátok azt a riport sorozatomat, amelyben az Országos Balesetmegelőzési Bizottság titkárával beszélgettem egy rendőr alezredessel arról, hogy milyen a magyarországi közlekedési kultúra, meg úgy, hogy közlekedünk Európához képest, és milyen kihágások vannak, és hogy működik egyáltalán a balesetmegelőzés, meg a rendőrség. És akkor előkerült ez a téma, a menetrögzítő kamerák témája, ami engem azért lepett meg egy kicsit, mert ugye tudjuk, hogy ez a műfaj létezik, és kérdezem is, hogy ti használjátok-e. Ugye abban nem voltam teljesen biztos, hogy az internetet bejáró felvételeknek bármilyen következménye vagy sorsa lesz. Márpedig van. Ugyanis Berzai alezredes úr elmondta nekem, hogy azokat a felvételeket, amelyeket beküldenek nekik a budapesti autósok közössége, ahova egyébként a felhasználók küldik be a kamera képeiket, közben kinyitom. Szóval azok, ha kirívó szabálytalanságot tartalmaznak, akkor az ő gépére érkeznek meg, azaz beküldik nekik a budapesti autósok közösségétől. Ő személyesen megnézi, kivizsgálja, és hogyha valóban olyan szabálysértést lát benne, akkor továbbítja az illetékes rendőrkapitányságnak, akik eljárást indítanak belőle. Tehát a menetrögzítő kamera az most már egy teljesen bevett eszköz arra, hogy a közutakon elkövetett súlyos szabálytalanságokat valamilyen szinten a rendőrség büntesse. És mivel magam is közlekedem, pontosan tisztában vagyok vele, hogy odakint egyre több a furcsa ember az autópályákon is, meg a városokban is, úgyhogy nézzünk meg egy ilyen tesztet. Én nem vagyok ennek a műfajnak nagy gyakorlója, de most kaptam a Miótól egy tesztkészüléket, amit majd beszerelünk a kocsiba közösen. Azt mondják a Miósok, hogy ez egy elég komoly darab, valami 60-valahány ezer forintba kerül. Night Vision, ilyen hívószavakat látok rajta, hogy Night Vision, majd kipróbáljuk, meg megmutatom még, hogy mi van ide írva. 1080p 60 fps-ben, ez jó, egyébként ez egy szép dolog. 150 fokos betekintési szög, over the air frissítés, meg ami nekem nagyon tetszik, azt, hogy valahogy megpróbálom kipróbálni, hogy ha ott hagyod a parkolóban az autódat, és mondjuk neki koccan valaki, akkor automatikusan beindul a készülék, és rögzíti az eseményeket. Így, hogyha valaki úgy hajt el, hogy nem hagy cetlit, akkor is látni fogod, hogy ki csinálta mindezt. Szóval nézzük meg, hogy milyen a Mio Mivu 866. SD kártya berakva, megformázva, és akkor rácsatlakoztatva, és akkor installáljuk fel. Welcome! Van 4 gomb, akkor ez nem egy érintésérzékeny felület. Ezzel a 4 gombbal kell majd szépen játszani vele. Védőfóliák levéve, mehet föl a szélvédőre. Na, akkor elkészültünk. Desken felszerelve, így néz ki. És akkor nézzük, hogy milyen képeket csinál.